Szeretném ismertetni, Tiszavasvári város 1848-49-es forradalom és szabadság harc tiszteletére megrendezésre kerülő ünnepi programjait. Idén rendhagyó módon két napos lesz az ünnep. Már március 14-én este szeretnénk a lakossággal találkozni, mégpedig 18 órától a Vasvári Pál Társaság szervezésében egy fáklyás felvonulás indul a Vasvári Pál Múzeumtól, teljesen ki a Vasvári Pál szoborig. A rövid séta után egy ünnepi beszéd lesz. Nácsáné dr. Kalán Eszter fogja elmondani ezt az ünnepi beszédet, aztán zenés, verses műsor várja a kilátogatókat, és azt kérjük, hogy aki kilátogat a Vasvári szoborhoz 14-én csütörtökön este, az egy szál fehér virágot hozzon majd magával. Aztán a március 15-e délelőtt 10 órakor kezdődik. Ez az ünnepség itt a Találkozások házába kerül megrendezésre, és ez is rendhagyó, hisz a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat a kihelyezett március 15-i ünnepségét itt tartja velünk, és ez egy külön érdekesség, és még talán azt lehet mondani, hogy még impozánsabb ünnepségnek nézzünk elébe. Ünnepi köszöntőt fog mondani Szőke Zoltán, Tiszavasvári város polgármestere, illetve Szabó István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat alelnöke, és az ünnepség szónoka dr. Vinnai Győző, országgyűlési képviselő lesz. Ezen az ünnepségen fogjuk átadni itt a Találkozások házába a városunk kiváló sporttevékenységéért kitüntető díjat is. Aztán a Ma is talpra című előadását a Buzogány Béla színházának az előadásába tekinthetik meg az ide látogatók. A Vasvári Pál szobornál pedig 11 órakor, várhatóan 11 órakor kezdődik az ünnepség. Itt a zenével a Tiszavasvári Városi Fuvúz zenekar fog közreműködni. Ők fogják eljátszani a himnuszt is, a szózatot is, és azt a koszorúzási zenét is, amivel meg fogjuk tisztelni a vasvári szobrot. Itt is van egy ünnepi műsor, mégpedig Olajos Gábor előadásában az Ének megmaradt címmel. Úgyhogy aki koszorúzni szeretne, vagy az emlékezés virágait szeretné elhelyezni, az jöjjön el a Vasvári Pál szoborhoz március 15-én 11 órakor. Az ünnepségünk még nem ér véget, hiszen a Vasvári Pál Múzeumban már több éve hagyomány az a program, ami március 15-én 12 óra 30-kor kezdődik, mégpedig az étes forradalom. Ez sütemény és tortaverseny, amire várjuk az indulókat, tehát lehet még nevezni, aki szeretné a sütemény készítő tudását bemutatni, megosztani, az mindenképpen jöjjön el, és ekkor fogjuk azt a kiállítást is megnyitni, ami a múzeum által meghirdetett gyermekrajzpályázatnak az eredménye, és ezeket a rajzokat fogjuk majd bemutatni. Úgyhogy várunk mindenkit tisztelettel március 14-én csütörtökön, illetve március 15-én pénteken itt a Találkozások házában. Számítunk Önökre!